A David Popperről elnevezett nemzetközi cselló versennyel a névadó halálának 100. évfordulójára is emlékeztek a tegnap esti nívós hangversennyel. David Popper európai hírű, kiváló gordonka művész volt, aki több mint 30 évig a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia professzora volt. Élete során közel 70 gordonka darabot írt és számos más művet egyéb hangszerekre. A mostanra már hagyományosnak számító városunkban megrendezett csellóverseny alapgondolata az volt, hogy lehetőséget adjon a középiskolás korú csellistáknak, hogy nemzetközi szinten is megmutathassák tudásukat, tehetségüket. A rendezvényt egyébként Várpalota város önkormányzata már 13 évvel ezelőtt felkarolta, és azóta is támogatja. Az idei versenyre 12 országból 40 fiatal érkezett. Az európai országok mellett érkeztek versenyzők a tengeren túlról, illetve Japánból is. Ez egy jubileumi rendezvény volt, hiszen az 5., és ez volt a legsikerültebb. Olyan szempontból is, hogy nagyon erős mezőny jött össze a versenyre, kiváló csellistákat hallhattunk mind a két fordulóban, de olyan értelemben is, hogy abszolút zökkenőmentesen zajlott az esemény. Az 5. David Popper verseny gáláján Talabér Márta polgármester mondott köszöntőt, melyben hangsúlyozta. Ez a kezdeményezés a helyi szakmai és emberi elhivatottságnak köszönhetően nőtte ki magát nemzetközi jelentőségűvé, ami egyben Várpalotának is rangot ad, nem csak az ország, de a világ kulturális térképén is. Jó érzés látni, hogy a verseny korábbi indulói, győztesei közül többen már elismert csellóművészek, ami szintén emeli a verseny jelentőségét. Köszönet érte elsősorban Szili Gabrielának, aki fáradhatatlan etéren a Turi György Gimnázium és Zeneiskola kollektívájának és a Tehetségekért Alapítványnak. A mostani csellóverseny a dali kiállítás mellett a legrangosabb kulturális rendezvény idén Várpalotán. Jó volt látni az elmúlt napokban a hátukon csellóval közlekedő kedves, mosolygos fiatalokat a városban. Reméljük, szép élményekkel térnek haza ők is, elkészítő zenetanárjaik, hozzátartozóik és kísérőik egyaránt. A színvonalas produkciók a neves művészekből álló 5-tagú nemzetközi zsűrit is lenyűgözték. A színvonal több mint 10 év alatt óriásit emelkedett, úgyhogy a zsűritagok, mi, a közönség és a szakértő, felkészítő tanárok, zongori kísérők is nagyon élvezték, megjegyezték, hogy a cselló, mint hangszer és előadói eszköz, óriásit fejlődött az utóbbi években. A fiatalok már olyasmiket tudnak, amit mi annak idején később tanultunk meg. Matthias de Oliveira Pinto zsűritag szerint szerencsés dolog, hogy a verseny itt Várpalotán kerül lebonyolításra, hiszen a nemzetközileg elismert megmérettetés Várpalota hírnevét is növeli. A fiatal generációk előtt pedig jó mintaként is szolgál ez a zenei hagyomány. Úgy gondolom, hogy bár ez a verseny nem olyan régi múltra tekint vissza, a világ egyik legfontosabb csellóversenyének tekinthetjük. Ma már a szakma az egész világon elismeri ezt a versenyt, és ezzel együtt Várpalotát is megismeri. Úgy gondolom, hogy a városnak nagyon fontos, hogy itt helyileg rendezik meg ezt a versenyt, hiszen a zene szeretete generációkon keresztül öröklődik, és a zene szeretetére a fiataloknak nagy szükségük van. A tegnap esti gálakoncert a díjak átadásával vette kezdetét. A műsorról készült bővebb összefoglalónkat egy későbbi időpontban tekinthetik meg.